Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szívnyitás, egy szívnyitó jóslás gyertya mágiával. A piros színű gyertyát választottam, hiszen szimbolizálja a szeretetet, szimbolizálja a szerelmet is, és itt szerelmi dolgokról van szó. Szívügyekről, egy szívnyitásról, és ez a gyertyamágia segít abban, hogy ő nyitottabb legyen érzelmekről beszélni. Az a fontos, hogy kimutassa az érzelmeit. A videó végén átküldöm a gyertyamágiának az energiáját. Itt bal oldalon a kártyák rád utalnak, ha te egy hölgy vagy. Veled szemben itt a kártyák jelentik a lelki társadat, vagy a férfiakat. A középső kártya azt jelenti, mi fűz össze benneteket. Itt láthatóak a kelyhek. És a kelyhek szimbolizálják az érzelmeket. Szimbolizálják a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó, sőt, itt is látható a víz eleme. Tehát érzelmi dolgokról, nem csak részedről, hanem részéről is, hiszen látható a képen egy közeledés, egy találkozás, ő átnyújtja számodra ezt az aranykelyhet, te is átnyújtod számára ezt az aranykelyhet, te is kimutatod az érzelmeidet, ő is kimutatja az érzelmeit, és itt a kettes szám utal egy párkapcsolatra rád és őre. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt a kártyák rád vonatkoznak. Hallgass a belső hangodra. Sőt, én úgy érzem most ennél a jóslásnál, hogy mennyire fontos, ha a videó végén átküldöm a gyertya mágiának az energiáját, hogy figyelj oda, hallgass a belső hangodra, és az első szó, ami ebben a pillanatban eszedbe jut, az egy fontos üzenet lesz számodra. Higgy ebben. Nem csak ebben az üzenetben, hanem higgy magadban. Higgy benne vagy ebben a szerelemben, és ami még nagyon fontos, higgy a jó Istenben, az égi hatalomban. Mert ha ő a lelki társad, akkor ők segíteni fognak abban, hogy itt legyen egy találkozás, legyen közeledés. Erősítsd a hitedet. És itt a víz, az jelenti az érzelmeket, de azt is mutatja ez a kártya, hogy előre folyamodnak az események, sőt, itt kitisztul valami. Itt látható újra ez a közeledés, sőt, a vízben uszkálnak, tehát újra a víz eleme, azon kívül jelenti azt is, hogy a múltban ő megbántott téged. Legalábbis így érzi. Ezt gondolja, de lesz közeledés, majd ő bocsánatot kér emiatt. És most megnézzük az ő kártyáit. Itt látható ez az álom. Az azt jelenti, hogy álmodik rólad, vagy álmodozik rólad, sőt, ez a virág, ez a rózsa jelenti a szerelmet, itt szerelmi dolgokról van szó, és megbízhatsz benne, hiszen ez a férfi tényleg szeret téged, sőt hálás, majd köszönetet mond valamiért, és itt látható ez a gyógyító erő, ez az energia. Ez nem csak a szívnyitás, hanem a szívgyógyítás is. Hiszen rendeződnek a dolgok, tisztázódik itt majd valami. És most átküldöm a gyertya
energiáját, helyezd magad kényelembe, csukd be a szemedet, és figyelj a belső hangodra, melyik szó jut most ebben a pillanatban eszedbe. Ha gondolod, ezt leírhatod a kommentárba is. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!